A bírálod, a belső hangod, akinek be nem áll a szája, és állandóan mondja neked a magáét. Ez az ego, vagy a tudat? A belső bírálód. A belső hanggal általában a legtöbben veszekedéssel kezdik meg a kapcsolatot. Mihelyst meghallod, és megérted, hogy milyen badarságokat mond, felháborodva kiabálhatsz. Fogd már be, hagyjál már békén! Jaj, hülye vagy! Én azt gondoltam, így lehet kordában tartani, míg nem elemcsné egy könyvet. Éppen ezért most itt a pontos recept, hogyan irányíthatod ezt a belső monológot, ami abszolút visszatart téged a bőségtől és a harmonikus, szeretetteljes élettől és a vágyaid azonnali megélésétől. Fontos megérteni, hogy a belső hangod sokszor az egód jelenlétét közvetíti, ami pedig mindig csak a problémákat keresi. Miért? Miért keresi az ego állandóan a problémákat? Talán úgy érzi jól magát? Az igazság az, hogy az ego fel akar készülni. Fel akar készíteni téged. Meg akar óvni téged az esetleges külső csapásoktól. Ki akarja őket védeni? Kell neki éppen ezért egy probléma, hiszen mindenhonnan veszély leselkedik rá, illetve rád, és ha esetleg beállna egy nagyon jó állapot, akkor ott sem nyugszik az ego, hiszen ez tuti nem tart sokáig. Ébredj fel! Ami egyszerűen túl szép, hogy jó legyen, az valójában túl szép, és nem igaz. Minden percben beüthet valami. Mindenki becsap téged, és ez a világ rossz úgy, ahogy van. Tudnod kell, hogy ez az ego. Nézzük csak meg. Válaszolj a következő kérdésre. Mikor volt legutoljára, amikor semmi nem zavart? Igen, én sem emlékszem ilyen időkre. Az igazság az, hogy soha nem szabadulsz meg a problémáidtól mindaddig, amíg meg nem tanulod először meghallani, majd megfigyelni, és végül figyelmen kívül hagyni az egódat, amikor beszél hozzád a kis bírálódon, illetve az úgynevezett belső monológodon keresztül. A te dolgod tehát, ahogy ezt már többen is mondták előttem, megfigyelni. Megfigyelni, ahogyan beszél hozzád. Észrevenni, amikor beszél hozzád, és meghallgatni, majd pedig meghallani és megérteni, hogy mit mond. Ezek után racionálisan megmagyarázni neki a tudatoddal, hogy miért butaság, amit mond. Elfogadni, hogy ő csak védeni akar téged, és ő fél. Nem haragudni rá, hanem megölelni, mint egy kisgyermeket, aki fél, és nem tud jobbat. Az utolsó lépésben, ami számomra a legnehezebbnek bizonyult, pedig elengedni. Mosolyogni rajta. Megbocsájtani neki. Szeretni. Megérteni, hogy az ego csak védeni akar téged, és ezzel pont, hogy hátráltat téged a kiteljesedésben. Megérteni, hogy az ego egy tudattalan elme, a régi programozásod, egy félelemre épülő védőrendszer, aminek valóban az a dolga, hogy megóvjon téged, de túlságosan megóv, és nem csak a rossz dolgoktól, hanem sajnos a jó dolgoktól is. Érthető? Mi történik, amikor meghatározol egy problémát? Valószínűleg gyakran erre gondolsz. Hogyan oldjam meg? Ha azt kérded magadtól, akkor ebben a pillanatban te már el is hitted, hogy a probléma a külső világodban van, amit valamilyen taktikával, stratégiával, gondolkodással meg fogsz tudni oldani. De kérdezd meg magadtól, hogy kit zavar valójában ez a probléma? Ezzel együtt magadban nézel és beazonosítod a zavart részt. Ki az, aki beazonosítja ezt a zavart részt? Te, a tudatod.
a szemtanú, igaz? A különbség a spirituális és a világi emberben rejlik. A világi ember nem azt jelenti, hogy van pénze. A világi ember annyit jelent, hogy azt gondolod, hogy a problémádra a megoldás a külső világban rejlik. Azt hiszed, hogy ha megváltoztatsz dolgokat a külső világodban, akkor utána rendben leszel. Viszont az igazság az, hogy valójában senki nem lett rendben, miután megváltoztatott dolgokat a külső világában. Mindig ott van a következő probléma, és a következő probléma, és a következő probléma. A belső hangod képtelen probléma nélkül létezni. Az ego a problémából táplálkozik. Ezért nincs megelégedve a leggazdagabb ember sem a világon. Mindig vannak és lesznek problémái. Az egyedüli megoldás, hogy foglalj helyet a szemtanú székében a tudatoddal és a belső szabadság segítségével figyeld meg a problémáidat nyugodtan, kívülről, vizsgáld meg őket, anélkül, hogy elvesznél bennük. Első lépésként azzal a részünkkel kell foglalkozni, ami minden problémát lát. Át kell tolnunk a külső megoldás tudatosságot a belső megoldás tudatosságra. Magyarul mindaddig, amíg nem hallgattatod el a belső hangodat, nem tanulod meg, hogyan hagyd őt figyelmen kívül, mindig lesznek problémáid. Az egyetlen egy módja a problémák megoldásának belül, benned fog megtörténni, benned és bennem. Magyarul el kell hagyni azt a szokást, hogy azt hiszed a megoldás a problémáidra a külső dolgok átrendezésében rejlik. Az egyedüli megoldás beazonosítani azt a részt magadban, aminek problémája van a valósággal, és egyszerűen elengedni. Számomra ezt megérteni már egy óriási áttörés volt, és így kezdődött maga a könyv, amit ajánlok neked, Michael Singertől. Magyarul, erre szokták azt hiszem azt mondani, hogy a legnagyobb győzelem a saját magad felett aratott győzelme. Ha legyőzöd saját magadat, tehát a belső hangodat, aki mindenben a rosszat látja, aki mindenhonnan veszélyt érez, az az igazi győzelem. Saját magad felett. Na de hogyan? Először is megfigyelővé válsz. Helyet foglalsz magadban, az elmédben, mint egy szemtanú, és figyelsz. Megfigyeled a belső hangodat. Jogod van hozzá, hiszen a te belső hangod, azt csinálsz vele, amit akarsz. Addig ülsz ott, ameddig te csak akarsz. Csendben. És hallgatsz. De mit hallgassak? Milyen nehéz ez. A gyerek beszél. Megint ez a busz. Nem hallom magam. Ez hülyeség. Inkább a szívemnél érzek valami nyomást. Talán ő az? Ez a belső hangom? Így van. Figyeld meg ezt a belső monológot, mert ő a te belső hangod. A belső hangod soha nem fogja be, állandóan beszél. Ő irányítja az egész életedet. Ő dönt, hogy mikor kedvez valakit, és mikor találsz meg benne a világon minden létező hibád, és miért rossz, és miért kell tőle távol maradnod. Tőle függ, hogy mikor vagy ideges, mi idegesít fel, mire fókuszálsz, és hogy boldog lehetsz-e ezen a világon. Tőle függ az is, hogy mibe mész bele, hogy döntesz, és milyen sikereket érsz el magyarul. Tőle függ az egész életed, úgyhogy én is mindenképpen azt tanácsolnám, hogy kezdjél el vele ismerkedni, és ez lenne az önismeret első lépése. Reggeli meditáció.
esti meditáció. Engem az a szó, hogy meditáció mindig egy kicsit idegesített, mert nem tudtam, hogy mi az. Még könyveket is kiolvastam róla, és mindig mindenki más, hogy meditált, mantrázott, vagy csendben, vagy zenével, vagy vezetett meditációt folytatott, vagy olyanról is hallottam, hogy valaki futás közben meditált. Míg végül rájöttem, hogy az én saját dolgom az, hogy felfedezzem számomra, mit jelent a meditáció. Úgyhogy miután szinte az összes meditációs fajtát kipróbáltam, áttanulmányoztam, és tele lett a hócipőm, hónapok után egyszerűen csak leültem, behunytam a szemem, és hallgattam. A többi már alapjában véve csak rám és a belső monológomra tartozik, és ezzel te is így vagy. Így van, tehát a belső monológod megismerése az első lépés az önismeret felé. Az életemet szorongásban élem, mert a belső hangom mindenből nagy ügyet csinál, és mindenen kiakad, lehord engem, nem bízik meg bennem. Ki a fene a belső hangom? A belső hangom az édesapám, az édesanyám, a testvérem, a szomszédom, a pattársam, az alkalmazottam, a főnököm. Minden egyes ember, akivel valaha kapcsolatom volt, és nekik az összessége. Nos, abban a pillanatban, amikor megérted ezt, beazonosítottad a belső hangodat, akkor tudsz tőle megszabadulni, és elkezdheted ezáltal irányítani. Nem ő uralkodik rajtad, hanem te irányítod őt, és te uralkodsz rajta. Ezt hívjuk tudatosságnak. Ha még nem jutottál el erre a szintre, akkor kezdj el figyelni. Foglalj helyet az elmédben, meghívlak téged, hogy légy a saját belső hangod szemtanúja. Csak figyeld meg, hallgass, lélegezz. Nekem rettentő nehéznek bizonyult, mivel körülbelül az első 5 perc egy órának tűnt. Annyira mozogni akart ez a belső hangom, fel akart állítani, abszolút lehülyézte ezt a technikát, és minden lehető eszközt bevetett arra, hogy én abba hagyjam a megfigyelést, és mással foglaljam le az elmémet. Itt van egy tipp. Tölts egy egész napot a belső hangod megfigyelésével a székedben, mint a szemtanú. Na most ehhez nem muszáj lótuszülésbe leülnöd, és hümmögnöd, és meditálnod, és elcsendesedned, habár nagyon ajánlatos, de hogyha az egész napról van szó, miközben például emberekkel vagy, gyönyörű szépen meg lehet figyelni, hogy miket mond neked a belső hangod, mit, miért csinálsz. Főleg, amikor például a régi programozóiddal vagy, akiket szülőknek hívunk, akkor fogsz tudni magadról a legtöbbet tanulni, és azt szokták mondani, hogy ha még vagy olyan szerencsés, hogy a szüleid még életben vannak, akkor óriási nagy lehetőséget kaptál arra, hogy valóban mélyen és igazából és gyorsan megismerd saját magadat. Mert hogyha akkor, amikor például egy szülővel vagy, beszélgetsz velük, hallgatod őket, valamit közösen csináltok, és akkor odafigyelsz, hogy milyen utasításokat mond neked a belső hangod, milyen kritikákat mond neked a belső hangod, milyen védekezési mondatokat hallasz te a belső hangodtól, és azokat természetesen vagy azonnal leírod, vagy ahogy én szoktam, felmondom a telefonomra, hanganyagba, mert ezek a mondatok sokszor annyira halka, hogy egyrésztről alig-alig tudod meghallani, de a másik oldala pedig az, hogy annyira gyorsan kiürülnek az elmédből, hogy el kell őket csipni, és én észrevettem magamon,
hogy amikor elcsipem, és hogyha nem mondom fel mondjuk azonnal hanganyagra, akkor 2-3 másodpercen belül már tovább tűnnek, és nem tudom őket visszahívni az emlékezetembe. Nem tudom a tudatalattimból visszahozni a tudatomba, mert tovaszállt az a röpke gondolat, az a röpke mondat, amit az én belső hangom mondott nekem. Ez egy fantasztikus gyakorlat, mindenképpen meghívlak téged arra, hogy ezt egy napig csináld, de hogyha nem akarsz ekkora nagy és hosszú elkötelezettséget tenni, akkor egyszerűen csak gondolj bele, hogy mennyit ér a saját boldogságod, a szeretteid boldogsága, szorítsd össze a fogadat és csináld. Ennyi. Kifogásokat tőlem nem fogsz kapni, ezt megígérhetem. Tehát, a belső hangod. Mit mond, amikor megszólal a telefonod? Mit mond, amikor találkozol valakivel? Miközben zuhanyzol, amiközben ebédet készítesz, amiközben vécére igyekszel. Hallgass, és megfigyeled, hogy mennyire elmebeteg a belső hangod. Ne csinálj semmit! Azon a napon semmi más dolgod nem lesz, csak tenni a megszokottat és figyelni. Hallgatni. Csak figyeld meg, ne reagálj, csak hallgasd. Ne ítélkezzél felette, ne kritizáld, ne gurulj be, ne legyél ideges, csak hallgasd. Fontos, hogy ne próbáld meg elhallgattatni, csak figyeld meg. Én vagyok az, aki lát, kinézek, és észlelem a történéseket, gondolatokat és érzelmeket, amelyek előttem elhaladnak. Én vagyok a tudat, a szellem, akivel az élet megerőltetés nélkül történik. Térjünk át hát a tudatodra, amikor a szemtanú vagy. Consciousness, angolul. Amikor hallod saját magadat beszélni, kifejezetten élénken, sőt, amikor hangosan beszélsz, mindössze annyi történik, hogy egy pontra fókuszáltad a tudatodat. A tudatoddal kommunikálsz, mert képes vagy rá. A tévé például egy remek példa arra, hogyan tudunk fókuszálni. Hogyan tudjuk fókuszálni a tudatunkat egyetlen egy objektumra, és utána pedig hogyan veszünk el ebben az objektumban. Egy belső játékot nézel, egy sztorinak a része vagy. A tudat semmilyen, hanem csak ott van és figyel. Amikor a tudatod nem a szemtanú székből figyel, akkor totálisan egy objektumra fókuszál. A tudat saját magára is képes fókuszálni. Ekkor a tudatod észleli a gondolataidat, ahogy elhaladnak előtte. Ezt hívják mély meditációnak. Ami megkülönbözteti a tudatos embert a nem olyan tudatostól, egyszerűen a fókuszuk. Mire fókuszálják a tudatosságukat? A tudatosságot fókuszálni nehéz munka. Állandó figyelmet és koncentrációt igényel, továbbá mentális energiát. Amikor a tudatosságot arra használjuk, hogy a tudatosságot fontolgatjuk vele, az a meditációnak egy másik fajtája. A tudatod arra fókuszál, amire a tudatod akar. Ezt te döntöd el egyedül, és ez tényleg valójában csak attól függ, hogy mire irányítod a tudatodat tudatosan. Hova fókuszálsz? Valóban elveszel az egód, a belső hangod és a tudat alattidnak a zűrzavarába, amikor csak beszélnek, és már automatikus módban működsz,
úgy reagálsz mindenre, ahogy tegnap reagáltál, nem fejlődsz, nem akarod megérteni, nem vagy megfigyelő, miért érzed azt, nem tudod, magyarul tudattalan állapotban vagy, tudattalan állapotban éled az életed, ez is egy választás. Vagy elkezded tudatos szintre hozni azokat a mélyen gyökerező gondolatokat, és elkezded őket megismerni, és elkezded őket megérteni. Szia gondolat! Hát te meg honnan vagy? És rettentő sokszor nálam előfordul, hogy ez az édesapám gondolata, vagy az édesanyám gondolata, vagy az egyik régi barátomnak a gondolata, mert én úgy gondoltam, hogy ő ezt gondolja rólam, és ezt az egy gondolatot magamról, hogy én ki vagyok, hogy én milyen vagyok, 25 éve elraktároztam a tudatalattimba, és azóta automatikusan ezt a gondolatot hívom elő minden egyes olyan alkalomnál, mint amilyen ez a mostani. Ezt megérteni, megismerni, maga az önfejlesztés, és fantasztikus dolog. Rájönni, hogy miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, miért vagyunk azok, akik, de mi még ennél is fontosabb, hogy valójában kik vagyunk. És amikor fel tudjuk fedni ezeket a gondolatokat, meg fogod látni, hogy nagyon nagy részük sajnos korlátozó gondolat, korlátozó rögeszme, tévhit, korlátozó hiedelem. A csodálatos az egészben annyi, hogy amikor megérted, megfigyeled ezt az egy korlátozó gondolatot, rájössz, hogy ez honnan ered, és abban a pillanatban a tudatod beazonosított egy tudat alatti korlátozó hiedelmet, amit ki tud iktatni a te életedből, aminek az lesz a következménye, hogy ez az egy icipici, vagy akár óriási, kinek mi, korlátozó gondolat már nem fog többé téged korlátozni az életben. Ez az önismeret és az önfejlesztésnek a csodája. Így fejlődünk, így leszünk magabiztosak, így alakítunk ki sziklaszirált önbizalmat saját magunk felé, ezzel a belső munkával, amit most így az elmúlt 23 percben próbáltam felvázolni. Ez egy megközelítés, ez egy gyakorlat, és ezért nehéz az önfejlesztés, mert úgy gondolom, hogy sokan elmennek előadásokra, elolvasnak könyveket, ami tök jó, mert inkább ilyen helyekre menjen az ember, mint mondjuk a Walking Dead-et nézzen a tévébe, vagy Breaking Bad, vagy ilyen hasonló agyament tévésorozatokat, de meg kell érteni, hogy az még nem elég. Ott te még csak információt gyűjtesz, ami nagyon fontos. Információt kell gyűjtened, majd pedig őket a saját magad világára szabnod, és átrendezned, hogy az hozzáférhetővé váljon számodra bármikor. Ezt hívjuk tanulásnak, és ez is az önfejlesztésnek a szerves része. De a gyakorlatok, amiket elsajátítasz a tanulásod során, azok lesznek a legfontosabb építő elemei a te önfejlesztési utadnak, és azon fog múlani, hogy te valóban fogsz-e fejlődni, vagy sem, hogy mennyire komolyan veszed ezeket a gyakorlatokat, és hogy te valójában milyen gyakran, milyen nagy hittel, és milyen nagy intenzitással csinálod őket. Én is voltam úgy nagyon sokáig, hogy
a meditáció eszközét, ismét visszatérek erre, megértettem, úgy nagyon sokszor megpróbáltam gyakorolni, de hogy igazából sohasem éreztem rá a késztetést, hogy én valóban minden nap fél órát leüljek és meditáljak. És én évekig ebben pörögtem, hogy én tudtam, hogy mit kéne, én tudtam, hogy milyen hasznos, én tudtam, hogy milyen hatásai vannak, tehát a tudás az megvolt, a tudás az ott volt, mert megtanultam, rendeztem a gondolataimat, és hozzáférhető volt számomra, de nem alkalmaztam, nem gyakoroltam. És elértem az életemben egy olyan pontra, hogy már nagyon sok mindent tudtam, és valahogyan mégsem volt lehetőségem tovább lendülni, nem tudtam egyről a kettőre lépni, és mérhetetlenül frusztráltá váltam, és ez odáig fajult, emlékszem egyszer, hogy fogtam magam a nap közepén, leültem, és fél órát meditáltam. És ebben a fél órában olyan óriási áttöréseim voltak, az első meditáció, amit valóban frusztrációból csináltam, mert már elegem volt abból, hogy nem csinálom azt, amit tanulok, és olyan áttöréseim voltak, olyan megvilágosodásaim, hogy utána ezt a taktikát választottam. Magyarul nagyon sokszor reggel meditálok, este eddig még nem tudtam egyszer se, de most én ott tartok az életemben, hogy napközben, amikor úgy érzem, hogy nem megy tovább, amikor frusztrált vagyok, amikor nem tudok tisztán gondolkodni, fogom magam, leülök és meditálok. És ez nekem működik. Néha 5 percet, néha 25 percet. Nincsen meghatározva, hogy mikor, mennyit. Mert én ott is ezt elrontottam, hogy mindig meg akartam határozni, percre pontosan mindent meg akartam tervezni, hogy reggel felkelek, 5-kor és akkor 5 óra 10-től 5 óra 30-ig én meditálok, és ilyen nagyon szigorú szabályokat próbáltam magamnak állítani, amiket aztán persze nem tudtam sohasem követni, és ezért frusztrált lettem, amíg ezt el nem engedtem, ezt a frusztrációt, meg nem engedtem magamnak azt, hogy saját magam fel tudjam azt fedezni, hogy én nekem hogyan fog majd működni a meditáció, hogy ez a gyakorlat az én életemben hogyan néz ki. Nem az XY-nak az életében, meg az XY mentoromnak az életében, meg ennek a könyvnek az írójának az életében, hanem az én életemben hogyan fog kinézni. És ez a magam felé irányuló bizalom, tisztelet, szeretet, ez az, ami nem volt nálam meg pár éve, amikor ezt elkezdtem. És ezzel mindössze annyit szerettem volna mondani, hogy a tudás az fantasztikus. Nagyon-nagyon támogatok minden olyan embert, aki olvas. Minden olyan embert, aki eljár előadásokra, önismereti tréningekre, tanulja a pszichológiát, érzelmi intelligenciát, az emberi viselkedésmódot, és mindenfajta információ forrásból próbálja beszerezni ezeket a dolgokat. Fantasztikus dolog, de fontos azt is megérteni, hogyha a gyakorlatokat nem csináljuk, akkor ez a tudás lehet, hogy egy idő után akadályozni fog minket, és csak frusztrációba fog átmenni, és magunkat fogjuk megkérdőjelezni, illetve kérdőre vonni, hogy passzus, ennyit tanultam, ilyen sok pénzt kiadtam coachokra, mentorokra, és még mindig egy helyben tipegek, és frusztrált vagyok, és nem tudom miért, akkor lehet, hogy a válasz az,
hogy azért, mert nem csináltad a gyakorlatokat. Mert olvasni és tudni róla, majd pedig a gyakorlatokat csinálni, két teljesen külön dolog, külön dimenzió, más szinteken mozog mind a kettő. A következő pont, amit még mindenképp meg szerettem volna említeni, ami úgy gondolom, hogy még ide tartozik, az az energia. A csakra, a szívtér, a csí, a sakti, a lélek, tehát az energia. Most nem fogok az atomtudományba itt belemenni, és hogy az elektron, hogy alapjában véve minden körülötted ugyan abból az anyagból épül fel, te, a növények, az állatok, a szék, a fal, a víz, minden ugyanúgy, ugyanabból az atomból épül fel, csak ugye azok máshogy csatlakoznak egymáshoz, és így más molekulák, más anyagok képződnek, de minden ugyan abból az anyagból van. Amikor neked nyitottak a csakra centrumaid, akkor áramlik az energia és a szeretet. Amikor bezárod őket, akkor nem érzed a szeretetet. Hívhatjuk akár még lelki energiának is, hogyha nem vagy annyira jártas a csakra beszédben. Tehát a lélek energia, a szív csakra. Hogyha valaki megbánt, akkor bezárod. Hogyha valaki bocsánatot kér, akkor kinyitod. Ha bezárod a szívedet, hívjuk csak szívnek, akkor az energia nem tud áramlani, és depressziós, letargikus leszel. Ha kinyitod, tele leszel életerővel. Ez a belső energia független mindentől. Nem öregszik, nem fogy el, nem fárad el, és nincs szüksége éterre. Akármikor hozzáférhető, csak a tiéd. Amire szüksége van, az egyedül az, hogy nyitva hagyod, hogy fogékony maradhasson. Ha élvezni akarod az életedet, akkor azt akarod, hogy egy magas belső energiád, szereteted és lelkesedésed legyen, magyarul magas energián tudjál rezegni az élettel. Azaz öröm, a hála, a szeretet, a boldogság. Ezeket az érzéseket akarod érezni a nap túlnyomó többségében. Hogy ez váljon az úgynevezett érzelmi otthonoddá. Hogyha a nap többségében rosszul érzed magad, ideges vagy, haragot tartasz, gyűlölködsz, kritizálsz, semmi nem tetszik, minden a bajodra van, akkor ezek alacsony rezgésű energiát hoznak létre a testedben, ami pedig egy nagyon alacsony és rossz minőségű érzelmi otthont teremtenek, sajnos nem csak a számodra, hanem a körülötted lévő embertársaidra is nagyon rossz hatással lesznek, mivel biztosan tudod, hogy az energia ragályos. Nekem volt egy olyan régebben, és még a mai napig visszaköszönt, egy olyan szokásom, hogyha új emberrel találkoztam, én azonnal bezártam a szívcsakrámat, mert féltem, hogy nem tartanak szimpatikusnak, féltem, hogy nem fognak szeretni, hogy megbírálnak, hogy megkritizálnak, hogy bántanak. És hogyha azonnal bezárom, akkor egy falat húzok magam elé, és nem leszek sebezhető. Ez egy érezhető szenzáció amúgy a testemben. A jó hír viszont az volt, hogy megtaníthatom magamat az ellenkezőjére. És ezt gyakorlom. Ez, mint minden, ez is gyakorlás kérdése. Amikor meglátok valakit,
tudatosan, és hát még egyelőre erőlködve nyitva hagyom a szív csakrámat, és sebezhetővé válok. Alapjában véve ezt te, és csak is te irányíthatod, hogy mit csinálsz a te energiaközpontjaiddal, magyarul rajtad áll, viszont ha tudattalanul élsz, és erre nem figyelsz oda tudatosan, erre is, akkor az, hogy te mikor zársz, és mikor nyitsz, azt egyenesen és kizárólag a múltbeli élményeid határozzák meg. Egy illat, egy szín, egy autó, egy ruhadarab, egy szó képes téged teljesen bezárni és megnyitni. Figyeld meg a nap folyamán az érzelmeidet. Hogyan zársz és hogyan nyitsz? Ha nem akarsz zárni, nyitva maradhatsz. Az elején ez rettentően természetellenesen fog érződni a testedben. De fontos megértened, hogy azzal, hogy bezárod a szívedet, valójában nem véded meg magadat semmitől, csak elzárod az energiát. Végérvényben simán magadba zárkózol, nem élsz, nem érzel, és nem tapasztalsz. Meg fogod érteni, hogy valójában, amit egyedül akarsz az élettől, az a lelkesedés, az öröm, a hála, de leginkább a szeretet érzése, hiszen mi szeretett lények vagyunk, szeretetből táplálkozunk. Hogyha az újszülött kicsi babát nem veszed fel, nem érsz hozzá, akkor belehal. Ennyire szeretett lények vagyunk. Amit nagyon fontos megérteni, hogy soha ne zárjál be. Próbálj meg mindig nyitva maradni. Ne engedd meg, hogy akármi is olyan fontos legyen az életedben, hogy bezárjál miatta. Hagyd nyitva, birkozz meg a szituációval, engedd, hogy fájjon, engedd, hogy megtörténjen, és meg fogod látni, hogy egy idő után már el fogod felejteni, hogy hogyan kell bezárni, mert annyira megerősödik az energiád, annyira megerősödik a szíved, a lelked, az egyéniséged, hogy nyitva marad. És képzeld el azt a rengeteg szeretetet, amit azon keresztül tudsz majd csodálatos módon áramoltatni a testedben, nem beszélve arról, hogy a legtöbb betegség pont, hogy az elzárt energiák miatt alakul ki a testünkben. Ugye azt szokták mondani, hogy az ember rákot fejleszt ki. A rákot azt nem csak megkapjuk, mint mondjuk egy influenza vírust, hanem azt mi kifejlesszük a testünkben. És az, hogy például a rákbetegség gének által tovább öröklődik, az most már tudományosan ki lett mutatva, hogy ez mindössze a rák megbetegedéseknek az 5%-ában igaz, mivel mindenkiben ott vannak ezek a rákos sejtek, kivéve, hogyha erős az immunrendszered, mert jól áramoltatod az energiát, szeretet és hála vesz körbe, boldogság vesz körbe, jól érzed magad a bőrödben, akkor erős immunrendszer ezeket a néha-néha kialakuló ráksejteket meg tudja támadni és le tudja győzni. Ezért fontos az, hogy nyitva hagyd a szívedet, mert úgy tudsz fejlődni, úgy tudsz erősödni. Figyeld meg magad, kérlek, hogy amikor lelkes vagy, és érzed a szeretetet, akkor ez mikor múlik el? Mikor zársz be? Hogyan zársz be? Próbáld megfigyelni, hogy miért zársz be, minek a következményeképpen.
nagyon fontos megfigyelni a gondolatainkat, és az első rész az erről szólt. De ami párhuzamosan működik a gondolataiddal, azok az érzelmeid, és most erről van szó. Az energia, az érzelem. Emotion. Energia, amely mozog a te testedben. A gondolat érzelmeket szül, az érzelem pedig gondolatokat szül, és itt be is zárul ez a csodálatos körforgás. Magyarul, az egyik nem fog működni a másik nélkül. Hiába tartod nyitva a szívedet, és megpróbálsz jó érzéseket táplálni a testedben, hogyha a gondolataid negatívak, rosszak, bántóak, hátráltatóak lesznek, ezek a negatív gondolatok negatív érzelmeket fognak előidézni a te testedben, és amint megérzed ezeket a negatív érzelmeket, ezek azonnal be fogják indítani a negatív gondolatokat. És erről a körforgásról beszéltem. Hogyha már körforgunk a testünkben, akkor már körforogjunk pozitív gondolatokkal és pozitív érzelmekkel. Tehát figyeld meg magadat, figyeld meg az érzelmeidet, és hogy azt milyen gondolatok szülték, majd pedig ezek az érzelmek milyen gondolatot fognak az elmédben felébreszteni. Tehát a belső energia az gyógyít. Amikor a betegség rád talál, nyiss, áramoltass, higgy, szeress, és meggyógyulsz. A szeretet ugyanis gyógyít. Az események történnek körülötted, és te azt a szemeddel látod, és ezek az elektronikus képek beleivódnak az elmédbe, majd azonnal távoznak mindaddig, amíg nincsen ezekkel a képekkel személyes dolgod. Samskarának hívja a szívedben tárolt régi, de főleg feldolgozatlan emlékeket energiaformájában, amik csak ott keringenek, és akármi előhívhatja, előidézheti őket. Valami trauma történt veled 20 éve egy kocsiban. Amint meglátod a kocsi márkát, vagy a kocsi színét, az az érzés, energia, fog a szívedből ismét kiáradni. De a pozitív energia is ugyanúgy blokkolhatja a szívedet. Valami jó történt veled, meg akarod tartani ezt az energiád, és bezárod a szívedbe, hogy újból és újból elő tudd azt hívni. Pozitív vagy negatív események, mindegy, mindkettő elfoglalja a helyet a szívedben, és blokkolja az energia szabad áramlását. Élvezd az életet a helyett, hogy megpróbálod újra élni a múltat. Szabadulj meg ezektől a blokkádoktól a szívedben. Amikor feljönnek, először is észleld őket hátulról. Figyeld meg őket. Majd pedig ne nyomd le őket ismét, hanem engedd el őket. Neves, bocsáss meg, ne harcolj ellenük. Engedd, hogy keresztül menjenek rajtad ezek az energiák. Nagyon tudatosnak kell lenned ahhoz, hogy ezeket megtedd az elején, majd a szív automatikusan tisztul, akár még az álmodban is. Csak engedd el, engedd el, engedd el. Ez számomra, és mint utána olvastam, többek számára is, egy sokszor akár fájdalmas érzés is lehet a szív csakra környékén,
amikor tisztul a szív, és kiengedjük ezeket a régóta elrejtett, régóta ott tartogatott érzelmeket, hanem hogy egy szívkitöréshez hasonló érzés. Sokszor, pedig amikor én például ezen meditálok, illetve gondolkodok és érzem tudatosan, akkor olyan érzés, minthogyha valami ráülne a mellkasomra, és nyomná, feszítené. Soha nem értettem, hogy ez miért van, és gondoltam, hogy valamit nagyon rosszul csinálhatok, mivel ez majdnem, hogy kellemetlen érzés. Majd amikor utána olvastam, meglepődve találtam, hogy pont, hogy ezt kell érezni, mivel eközben tisztul a szív, és ébredünk fel saját magunkra. Amikor elértél arra a pontra, hogy az elméd már nincs tudatos és tudat alattira osztva, akkor már csak egy ember él odabenn. Tiszta. És amit benne látsz, az nem te vagy. Az csak energia. Energia folyik benned, amely gondolatokat és érzelmeket kreál, és ott van a tudat, amely ezt megfigyeli, és csak nézi a mentális elmét. Egyszerűen légy tudatos, és figyeld meg ezt a részt magadban. Azt a részt, ami állandóan megpróbálja megvédeni magát. Majd pedig ajándékozd meg magadat, kérlek, és dönts úgy, hogy nem teszed ezt tovább, és megszabadulsz ettől a résztől. Nincs rá szükséged. Biztonságban vagy. Szeretet vesz körül. Az élet valóban érted történik. A jutalom? Óriási, óriási megkönnyebbülés, és szabadság, lelki szabadság, személyes szabadság, végre az lehetsz, aki szeretnél. Leélheted az egész életedet anélkül, hogy problémák nyomnának téged éjjel-nappal, jobbról-balról, fentről-lentről. Mert megszabadultál az aggódó és féltő részedtől, mivel már nincs rá szükséged, soha többé nem kell aggódnod, hogy megbántanak, soha többé nem kell félned, hogy sérülsz, nem kell aggódnod afelől, hogy vajon mit gondolnak rólam, mert harmóniában és nyugalomban leszel, ahogy áramoltatod az isteni energiát a testedben. Amikor valami negatív történik, érezni fogod az összehúzódást a testedben, és ha ellenállsz annak, hogy megvédd magad, akkor ez a te növekedésednek a lehetősége. Tehát nézzünk egy belső monológot. Sétálsz az utcán, és meglátsz egy szép autót, majd a belső hangod megszólal. Aszta, bárcsak lenne nekem is ilyen autóm! Ahogyan sétálsz tovább, egyre komorabb lesz a hangulatod, és elkezd egy negatív érzés felébredni benned. A belső monológ közben folytatódik, gyorsan, halkan, észrevétlenül, tudattalanul, tudat alatt. A fizetésemből soha nem tudnám magamnak megengedni. Kéne egy új állás, de ki venne fel engem? El kéne kezdenem tanulni. De estére már olyan fáradt vagyok, nem is tudom, mit kéne tanulni. De jaj, már voltam ebben a gondolkodási körben. És itt le is zárul a belső monológ. Tenni nem fogsz semmit a külső világodban, viszont sikerült magadat egy pocsék hangulatba helyezned, és negatív érzelmek ébredtek fel benned, hogy te kevés vagy, hogy neked nem sikerül, hogy neked nem jó. Így mész tovább az utadon, immáron rossz kedvűen.
Ez történik akkor, amikor nem te irányítod a tudatodat. Tudattalanul élsz, és nem is tudsz róla. A tudatod csak követi mindazt, ami éppen megragadta a kis figyelmét. Az autó. Másnap egy hajót látsz, és akkor már minden a hajó körül fog forogni, és elfelejted az autót. Ehelyett nézhetted volna, ahogyan az autó vagy a hajó, és a gondolat, hogy kéne neked ez az autó, csak úgy elhaladnak melletted. Elengeded. Boldog vagy. Ezt nevezik egyensúlynak. Nem engeded, hogy a tudatod csak úgy vándoroljon felügyelet nélkül, ha nem te irányítod azt. Tudatosan odafigyelsz és irányítod. Egyensúlyban vagy. Biztos te is ismersz olyan embereket, akiknek a figyelmük szanaszét van. Nem ők irányítanak. Neked is megvan arra a képességed, hogy ne vondd bele magad a gondolatba. Csak ülj bele a tudatod trónjába, a székbe, és figyeld, ahogy a gondolatok és az érzelmek jönnek, mennek. Nézd meg, melyikkel van dolgod, melyikkel nincs, amelyikkel nincs. Engedd útjára. Engedd el az energiát. Engedd el a gondolatot. Amikor egy érzelem elkezdi felütni a fejét, akkor érzed a testedben, igaz? Ez esetben lazíts. Dőlj hátra. Ne harcolj ellene, ne ítélkezz felette, ne akard megmagyarázni, ne akard megváltoztatni, csak engedd el. De itt nem csak arról van szó, hogy hogyan engeded el a gondolatot és az érzelmeidet ítélkezés nélkül, hanem arról főként, hogy megtanulod, hogyan engedd el a belső energiádat, hogy te irányítsd a tudatodat. Magyarul a tudatod csak figyeli az energiákat, ahogyan változnak, mint külső és belső behatásra. Minden energia, amit figyel, csak jönnek és mennek folyamatosan, kivéve, hogyha elveszíted az egyensúlyt és velük mész. Akkor ők irányítanak téged, és oda visznek, ahova mindig is vittek. A tudatod egy végtelen és hatalmas erő. Amikor ezekre a gondolatokra és érzelmekre koncentrálsz, akkor azok megnőnek, és még több energiát és erőt nyernek. Ezért erősödnek fel a gondolatok és az érzelmek, amikor több figyelmet szentelsz nekik. Amerre a fókuszod, arra megy az energiád. Amire fókuszálsz, az megnövekszik az energia miatt. Az egyensúlyban élő ember képes arra, hogy elengedje az energiát, hogyha az védekező módba tolódik, ha az önpusztító, önkritizáló módba tolódik. Amikor kiszabadulsz az energia fogságából, akkor megtapasztalhatod az örömöt, ami benned él. Ő hálás lesz neked. Valaki rád dudál az úton. Azonnal érzed, hogy az energiád megváltozik. Abban a pillanatban, amikor érzed ezt a változást, relaxálj. Engedd el. Engedd le a vállaidat, lazítsd el a szíved körüli részt, majd pedig, ahogy érzed, hogy mozdul az energia, azonnal engedd el. Játsz ezzel a technikával, ilyen kicsi zavarásokkal a szíved körül. Másik példa, amikor valaki elveszi a tolladat az irodában. Minden egyes alkalommal, amikor egy másik toll után nyúlsz, érzed az energia áttolódást a szíved környékén. Zavar. Az elméd, illetve a belső hangod, elkezd hozzád beszélni. Ez az én tollam volt.
Ma egy tól, holnap az asztalom, vagy a házam, aztán talán már a férjem is. Így beszél hozzád az egód. Végletekig dramatikus, és mindent eltúloz. Közölheted az elméddel. Ez csak egy toll. Ha majd egy autó lesz, beszélhetünk. Hajlandó vagy elengedni a tollat a szabadság fenntartása érdekében? Fontos megérteni, hogy a tudatod jóval erősebb, mint az energia, amely magával akarja azt ragadni. Ezért akárhányszor magával akar ragadni, lazítsd, majd engedd el. Nem arról van szó, hogy elfojtod az érzelmeidet. Érzed őket. De nem a te hibád, hogy a harag, a féltékenység, a félelem érzelmek léteznek. Ők nem te vagy. Te vagy, aki megfigyeli őket. Te vagy a tudatosság a trónból, és te eldöntheted, hogy felveszed-e őket, vagy szabadjára engeded őket. Eldöntheted, hogy van-e rájuk szükséged, vagy inkább hagyod, hogy távozzanak a testedből. Inkább azokat az energiákat hozod be, amik örömöt, boldogságot, hálát, szeretetet hoznak, bőséget hoznak a te életedbe. Gyakorolj! Gyakorold az elengedést. Először kis dolgokat leszel képes elengedni, majd nagyobbakat. Majd pedig évek gyakorlása után elérsz egy olyan állapotba, ahol már mindegy, milyen mély a fájdalom, képes leszel elengedni. Innentől fogva soha nem akarsz majd kiszállni a trónból. Meglátod, hatalmat kapsz a kezedbe, hogy gyakorlással tud irányítani gondolataid, érzelmeid, de legfőképp egy olyan életet tudjál magadnak kialakítani és megteremteni, amelyre nem csak büszke vagy, hogy az vérrel, velejtékkel, csakra nyitogatásokkal és csukásokkal megteremtetted, hanem rohadtul élvezni is fogod. És ez a lényeg, hogy te teremted a saját valóságodat, amiért 100%-os felelősséget tudsz már vállalni. Tehát gyakorolj, és meglátod, hogy gyakorlással nem engeded, hogy a lenti önmagad energiája behúzzon magával, és megtapasztalhatod a tiszta tudatosságot. Mivel az élet az egy természetes egyszer fenn, egyszer len. Erre az ütemre valaki önfejlesztő módon tekint, míg más pedig félelemmel. Az igazság az, hogy te döntöd el, hogy innentől fogva melyik úton haladsz tovább. A problémákat át lehet nevezni kihívásoknak, lehetőségeknek, hogyha önfejlesztő módon fogod fel. Hogyha pedig félelemkeltésre használod, akkor pedig megnézheted, hogy micsoda fekete és negatív és boldogtalan, szomorú, frusztrált lesz az érzelmi otthonod. Te fogod azt azzá varázsolni. Megteremted a saját világodat. Az igazság az, hogy te döntöd el, hogy milyen világot teremtesz magadnak. Hogy melyik fog dominálni. Az önfejlesztő, mindenben lehetőségeket látok, vagy pedig mindenben a rosszat és a veszélyt látok, félelemben élő ember leszel. A te döntésed. Ha félelemkeltő, akkor nem szereted a változásokat. Ebben az esetben arra törekszel, hogy egy megjósolható, behatározott, irányítható életet építsél fel magad köré. Csak semmi se változzon, mert az félelmetes. Egy világot akarsz teremteni magadnak, amely nem ingerli a félelmet.
Ebben az esetben a világod ijesztő, tele van veszélyekkel és stresszel, mindenki ellened van. Nem mersz cselekedni, mert nem akarod ingerelni a félelmet. Amikor magadba zárod a félelmet, a bizonytalanságod vagy gyengeséget, akkor igyekszel nem ingerelni, mert benned van. Mivel ellenállsz a változásoknak, ezért az életed szenvedés és frusztráció. Tudnélik, az egész élet változások láncolata. Egyik jön a másik után, szépen, a maga idejében. Az életed boldogtalan, mert az az ember nem viselkedik úgy, ahogy neki szerinted kéne, és ez az esemény nem úgy alakul, ahogy annak szerinted kéne. Nyomorultan érzed magad. A jövő számodra tele van problémákkal. Ezt te előre meghatároztad. Előre meghatároztad, hogy hogyan kéne kinéznie az életnek ahhoz, hogy számodra pontosan megfeleljen. Mindenki ezt csinálja, de senki nem kérdőjelezi meg. Azt gondoljuk, hogy nekünk kell kitalálni, hogy milyennek kéne lenni az életnek, majd pedig olyanná faragni a sajátunkét. Na bum. Szép felismerés. De mi lenne, hogyha megállnánk már végre egy pillanatra, és megkérdeznénk magunktól, mikor döntöttük el, hogy az élet nincsen rendben úgy, ahogy van? Mikor döntöttük el, hogy nem lesz rendben a jövőben, ahogy majd alakulni fog? Ha megtesszük a tőlünk telhetőt. Szeretetben, boldogságban és harmóniában. Továbbá kimondta, hogy ahogyan az élet magától és természetesen alakul, az nem jó. A félelem, igaz? Na most ezt a természetes magától alakulást nem úgy kell érteni, kérem szépen, hogy na dur bele a közepébe, lesz majd, ahogy lesz, majd meglátjuk, mindig volt valahogy, majd lesz valahogy most is. Nem. Igenis, hogy tudatosan kell teremteni, de bízni kell abban, hogy az élet értünk történik, hogy biztonságban vagyunk, de mi a legfontosabb, bízni kell saját magunkban, hogy mindegy, hogy milyen körülmények fognak előállni, mi szeretetből cselekszünk, mi nyitva vagyunk, az útmutatás folyamatosan érkezni fog hozzánk, és bármi történjen, biztonságban vagyunk, és meg fogjuk tudni oldani. És ekkor tudjuk elengedni a stresszt, ezt a görcsös félelmet, hogy mi lesz, ha. Teljesen mindegy, hogy mi lesz, ha. Az élet így is, úgy is fog alakulni, és nem úgy alakul az élet körülötted a földön, az országokban, a különböző kultúrákban, nem olyan, amilyennek a te egód szerint lennie kéne, amilyennek a te belső hangod szerint lennie kéne, ami amúgy mindössze régi programozásodnak az összessége, amit azért illene megkérdőjelezni folyamatosan éveken keresztül, hanem az élet a Földön olyan, amilyennek lennie kell, és te ennek csak egy részese vagy. Nem fogod tudni irányítani. Ezt megérteni fontos, mert innen fog majd elkezdődni az, hogy te szeretetbe, harmóniában és boldogságban az élettel együtt sodródsz, és beengeded ezeket a fantasztikus embereket, kihívásokat és energiákat a te életedben, amelyek majd téged
folyamatosan támogatni fognak. Ismét elmondom, ez nem azt jelenti, hogy dur belecseszünk bele, mindegy, hogy mi lesz. Ugyanúgy a tanulás, az adás, a munka, a következetesség, a kitartás, az, hogy folyamatosan fejlődsz, hogy folyamatosan kérsz, és adsz, mert ugye megtanultunk kérni, megtanultunk befogadni, és még nagyon sok ilyen pontot tudnánk érinteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy leülünk a kanapéra, karba tesszük a kezünket, és várjuk a sült galambot, mert mi tudatosan teremtünk, hanem csak azt jelenti, hogy nem állsz már annyira ellen a világnak, beengeded azt, és elengeded a félelmet, és bizalommal, szeretettel és nyíltsággal mész bele minden egyes szituációba, minden egyes dologba az életedbe. Ha magadban tartod és elrejted tehát ezt a félelmet, akkor nem tudsz szembenézni az élet természetes alakulásával, mert az nincs a te irányításod alatt. Fontos megértened, hogy nem tudod irányítani az életet. Ez fontos megérteni és elfogadni, mert ez lesz a te megváltásod. Ahogyan fejlődsz, észre fogod venni, hogy a problémáktól való megfutamodás mindössze több problémát kreált. Nem nyugalmat és olyan életet, amit te elképzeltél, hanem éppen az ellenkezőjét éred el vele. Valójában, hogyha megpróbálod úgy rendezni az életedben az embereket, az eseményeket, a dolgokat, hogy ne zavarjanak téged, akkor egy idő után úgy érzed, hogy az élet ellened van. Minden nehéz, mert mindenért meg kell küzdened, és mindenkivel veszekedned kell. Vagy valamit meg akarsz akadályozni, hogy megtörténjen, vagy pedig ki akarod találni, mit csinálj, mert már valami megtörtént, vagy valamit nagyon-nagyon el akarsz érni egy másik embernél. A lényeg, hogy minden az irányításod alatt álljon, hogy nehogy ingereld a félelmet. Viszont, hogyha mindent elengednél végre, és nem próbálnál meg mindenkit és mindent irányítani az életedben, és elkezdenél bízni magadban, és a teremtő erőben, és a világban, és az emberekben, akkor rájönnél, hogy az élet nem ellened van, hanem az élet érted van, és téged mindenki és minden támogat. Ez lenne a megoldás. Magyarul, hagyd abba az élettel folytatott harcot. Vedd észre, és fogadd el, hogy az életed nem te irányítod a földön. Kezd el végre élni, ahelyett, hogy állandóan irányítani akarod a történéseket és az embereket benne, a Mátrixba. Menjél be, álljál bele, és éljed ezt a csodát, ami körülötted zajlik. Figyeld meg, fogadd el, fogadd be. Ha ez az első lépés megtörtént, akkor itt az ideje szembesülni a félelemmel a második lépésként. A félelem, ami miatt harcoltál az élettel, és bezártad magad a kis világodba. Nehogy véletlenül ingereld. Viszont szerencsére nem kell magadba tartanod ezt a félelmet. Létezik félelem nélküli élet. Hogyha megtanulod elengedni a félelem energiáját, akkor életed jóval harmonikusabb és szeretetteljesebb lesz, és ez a belső változás óriási kihatásokat fog majd létrehozni a te külső világodban, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy a belső világ miatt, a belső világ megváltozása miatt fog
majd a külső világod is megváltozni. De előtte vizsgáljuk meg a félelmet egy kicsit közelebbről, hogy jobban megértsük és átlássuk azt. A félelem. Ha félelem lakozik benned, akkor az élet történései automatikusan ingerlik azt. Ez a félelem blokkolja benned az energia áramlását. Amikor az energiád blokkolva van, akkor nem jut el a szívedig. Így a szíved legyengül, amely esetben szíved fogékonnyá válik az alacsony rezgésű energiákra, mint például a félelem. A félelem az egyik legalacsonyabb rezgéssel rendelkező energia. A félelem minden probléma okozója. A félelem minden negatív érzelemnek a szülőanyja. A féltékenységé, az idegességé, a haragé, a birtoklási vágyé. Ha nincsenek félelmeid, akkor tökéletesen boldogan élhetnél ezen a földön, semmi nem zavarna. You would be willing to face everything and everyone because you wouldn't have fear inside of you that could cause you disturbance. Minden megteszek annak érdekében, hogy elnyomjam a félelmet, hogyha akárki is beszól, ami nekem nem tetszik, azonnal megvédem magam, ráordítok, és rákényszerítelek, hogy visszaszívd. Ha bármilyen zavart keltesz bennem, megbánod. Ego. Máshogy kifejezve, hogyha ingerled a félelmet bennem, akkor te rossz vagy, rosszul bánsz velem, utállak, és vagy visszabántalak, vagy kiváglak az életemből. Aztán pedig mindent megteszel annak érdekében, hogy ez nehogy még egyszer előforduljon veled az életben, és ezért egy óriási magas falat húzol körülött magad köré, és nem vagy képes kialakítani mély, érzelmes emberi kapcsolatokat, őszinte emberi kapcsolatokat, mert félsz, rettegsz, hogy bántani fognak ismét meg fog történni, tudod, ezért irányítani akarsz. Tehát először kivéded a támadást, majd pedig a falakkal, idézőjel kezdődik, biztonságba, idézőjel bezár, helyezed magadat. Erre egy példa az egyik ismerősöm, Andris, aki világ életében alkalmazott volt, de mindig is szeretett volna vállalkozásba kezdeni. Egyszer összeszedte minden bátorságát, és belevágott egy törölközőket forgalmazó egyéni vállalkozásba. A törölközők állatfigurákat ábrázolva voltak, speciálisan kézzel összehajtogatva. Pár hónap alatt csődöt mondott a próbálkozás. Az igazság az, hogy Andris semmifajta piackutatást nem csinált, hogy lenne-e rá egyáltalán igény, nem volt üzleti terve, nem volt marketing terve, sem pedig rendes árkalkulációja, arról meg ne is beszéljünk, hogy nem is bízott magában, és nem adott bele elég energiát és időt. És szeretetet. De amiért csődöt mondod valójában, az a disztribúció teljes hiánya volt, mivel dobozolni nem tudta ezeket a hajtogatott törölközőket, ezért a környéken próbálta értékesíteni és személyesen házhoz szállítani őket a munkaidejében. Andris viszont teljesen más, hogy látta a csőd okát. Szerinte vállalkozást indítani iszonyú nehéz, és manapság már a piac annyira telítve van, hogy egyszerűen nem lehet újat kitalálni. Úgyhogy nem csoda, hogy csődöt mondott. Kivédés. Önigazolás. Kifogáskeresés. Éppen ezért Andris úgy döntött, hogy alkalmazott marad örökre,
és soha többé nem próbálkozik ezzel a fájdalmas vállalkozás indítással, mert úgyse sikerülne neki, és csak fájdalmat okozna magának. Biztonságba helyezés. Lezárja örökbe magába, fogadja a félelmet, feladja az álmait. De itt van Péter, akit megcsalta az első felesége, ami óriási nagy űrt hagyott a lelkében, és nem dolgozta fel. Második felesége fontolgatja a válást, mert egyszerűen már nem bírja Péter féltékenységi rohamait elviselni, amik már lassan mindennaposak lesznek. Péter elvált az első feleségétől, amikor megtudta, hogy az hűtlen volt. Kivédés. Majd pedig folytonos bizonyosságot akart a másik feleségétől, hogy az nem csalja majd meg, ezért ellenőrizte az e-mailjét, a telefonját, bekorlátozta, hogy hova mehet, kivel mehet, és minden mozdulatát figyelte, hogy a megcsalás élménye ne történjen meg vele ismét. Biztonságba helyezés. A két példából nyilvánvalónak kellett válnia, hogy ez a taktika csak több problémát, szomorúságot és frusztrációt okoz az ember életében, igaz? Éppen ezért így zárásul mindenképp arra bíztatnálak téged, hogy figyeld meg magad, a gondolataid, az érzelmeid, engedd el a negatív érzelmeket, higgy a világban, higgyél magadban, értsed meg, hogy te tökéletes vagy, ahogy most vagy, bízzál az isteni mi voltodban, bízzál a belső energiáidban, de ami a legfontosabb, hogy hidd el, hogy most, ebben a pillanatban becsukod a szemed, és el tudod dönteni, hogy milyen emberré szeretnél válni, milyen életet szeretnél magadnak létrehozni, de ami még ennél is fontosabb, hogy most lehetőséged van eldönteni azt, hogy az életed hátra lévő részében hogyan akarod magadat érezni, milyen érzelmeket akarsz táplálni, milyen érzelmeket akarsz érezni, milyen boldogságot akarsz, és az hogyan fog érződni a te testedben. Magyarul önfejlesztés, önismeret, belső bíráló, ego, gondolat és érzelem. Ezekről volt szó az elmúlt több mint egy órában. Azt tudnod kell, hogy Michael Singer könyve alapján állítottam össze ezt a kis bemutatót. Hogyha tetszett a tartalom, és több mindent szeretnél magadról megtudni, jobban meg szeretnéd magadat ismerni, fejleszteni szeretnéd magadat tanulással, gyakorlatokkal, de ami még ennél is fontosabb, egy támogató, szerető, nyitott, őszinte, kritikamentes légkörbe szeretnél létezni, és egy ilyen emberekkel teli közösséghez szeretnél tartozni, akkor kérlek, iratkozzál fel az e-mail listámra, a hanganyag, illetve videó alá belinkeltem neked egy ingyenes e-bookot, hogyha arra ráklikkelsz, akkor ott lehetőséged lesz megadni az e-mail címedet és a becses nevedet, majd ezután automatikusan fent leszel az e-mail listán, a közösség része leszel, kapsz egy e-mailt arról, hogyan tudsz a Facebook csoportunkhoz, a Facebook oldalunkhoz csatlakozni, továbbá, mint egy ráadás, az ingyenes e-bookot is megkapod,
ahol még többet megtudhatsz saját magadról, annak érdekében, hogy egy jobb, boldogabb életet tudjál kialakítani, ahol te vagy a magabiztos önmagadat fel tudod tárni, meg tudod teremteni azt a jövőt magadnak és a szeretteidnek, amilyet te valójában szeretnél. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattál. Nagyon remélem, hogy legalább egy icipici kis gondolattal tudtam segíteni a te lelki, érzelmi és mentális fejlődésedet, mivel én nekem ez a hivatásom, ezért vagyok itt, hogy téged vezesselek, hogy téged támogassalak ezen a fantasztikus úton, és még egyszer köszönöm szépen, hogy megengedted nekem azt, hogy a részese legyek a te csodálatos utadnak. Nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, és remélem, hogy lesz alkalmunk találkozni, akár online, remélhetőleg személyesen, és csodálatosan szép, szeretetteljes, harmonikus, nyugodt és önbizalommal teli napot és hetet kívánok neked!